Álljon fel onnan. Mostantól minden bizonyíték a Pentagonhoz tartozik. Ó, soha ne tartson folyadékot a számítógépe mellett. Hogy lehet, hogy kizárólag más kormányügynökségek panaszain keresztül tudom követni a nyomozásukat? Kitalálom, a Pentagon volt. És az igazságügy. Azt írják, bizonyítékokat rongáltak meg és gátolták a nyomozást. Semmit nem érnek vele, mert a Pentagon részese egy szupertitkos programnak, és most egyszerűen csak eltüntetik a nyomokat. Közük lehet az eltűnt holttesthez? Jackson Vandekamphez? Hívom, ha megtudtam valamit. Jobb lenne, ha visszajönne és személyesen beszélhetnénk. Nem, inkább maga jöjjön ide. Felejts el, nem utazom oda, csak mert maguk megint... Skinner, rossz a vonal, alig hallom, nem... Mulder! Dupla cappuccino, sok habbal! Igen. Mulder, tökéletesen hallom. Visszahívom, ha helyreállt a térerő. Rendben? Halló? Halló? Mulder! Mulder közel jár. Hamarosan rábukkan a keresztút projektre. És akkor meg lesz majd, amit keresünk. Mulder, mondja, miért hívott ide? Hideg van és büdös. Az egész itt kezdődött. Két lányt megtámadott egy szörny, amit csak ők láttak. Téved. Itt ér véget az út. Az egész régen kezdődött, amikor idegen és emberi DNS-ből hibrideket hoztak létre. Nézze, Mulder, azért jöttem, hogy figyelmeztessem. Hagyják ezt a nyomozást. Hallgatom. A Roswell incidens után a kormány érdeklődni kezdett az idegenek után. Intenzíven. Végül a 70-es években a tudomány eléggé fejletté vált. A genetikai programot dr. Masao Matsumoto kezdte, és idegen tudást is felhasznált a tervéhez. Hibrid DNS-t. A keresztút projekt. Olvastam a jelentést. Kudarccal végződött, mert nem tudták megjósolni, milyen tulajdonságokkal ruházza fel a hibrid DNS az alanyokat. Így igaz. A projekt 15 éve végleg kimúlt. Dr. Matsumoto elégette az aktákat, az alanyokat útjukra engedte, majd örökre eltűnt. A Pentagon pedig azóta is a nyomukban van. Hát ezért követtek minket. Megtaláltuk az egyik alanyt. Jackson Vandekampet. Érti már, Mulder?